Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket Pünkösd ünnepén, Isten igéjével, nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Kezdjük el Isten tiszteletünket a 229-es számú ének eléneklésével, majd keressük meg az 5-ös számú énekverses liturgiát. Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vígadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, aki minket megvilágosít, magasztallak téged, én Istenem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Először csendben vigyük Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet. Mégis irgalmadra szorulok, és kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Isten,
Te világosítottad meg híveid szívét a Szentlélek világosságával. Add nekünk is szent lelkedet, hogy felismerjük azt, ami helyes és jó, és örömmel cselekedjük akaratodat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, melyet egy házunk a mai ünnepnapra, pünkösd ünnepére, oltár előtti felolvasásul rendelt. Megírva találjuk János evangéliumában, a 14. fejezetben, a 23. verstől a 31. versig a következőképpen. Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek. Elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta, keljetek fel, menjünk el innen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Az igére válaszképpen valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 238-as számú énekünket. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, ahogyan az egyházunk a mai ünnepnapra az ige hirdetés alapigéjül kijelölte a számunkra. Megírva találjuk Sámuel első könyvében, a 16. fejezetben, az első verstől a 13. versig a következőképpen. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkodsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal felelte, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai. De ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát. De Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzente át neki és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Ekkor ezt mondta az Úr, rajta kend fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Ez Isten igéje. Amen. Pünkösdöt ünneplő keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Talán meglepetés ez az ige számunkra, ez az ószövetségi történet. Mégis nagyon sokat elmond nekünk a mai ünnepről. Hiszen jól tudjuk, pünkösd a Szentlélek megérkezésének az ünnepe. Az az ünnep, amikor húsvét után 50 nappal, és Jézus mennybe menetele után 10 nappal, az Isten lelke megérkezik. Megérkezik a megígért pártfogó a tanítványokhoz, az Isten népéhez. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből nagyon is jól ismerjük azt a különleges és magával ragadó történetet. Tudhatjuk azt, hogy a választott nép a Páska ünnepet követően ismét egy nagy ünnepre gyülekezett össze. Azért gyűltek a zarándokok a világ minden tájáról Jeruzsálembe, hogy a
törvény átadását ünnepelhessék. Hogy megünnepeljék azt, hogy a mindenható Isten, miután választott népét megszabadította, kivezette a rabszolgaságból, azután a 10 parancsolatot, a törvényt ajándékozta nekik, hogy szavával vezesse őket, és egy néppé formálhassa őket. Egészen újat kezdett egykor az Isten népe életében. És ugyanezen az ünnepen, Krisztus feltámadása és mennybe menetele után Jézus tanítványai egy kis szobában együtt vannak. Imádkozva várakoznak arra a pártfogóra, melyet az Úr megígért neki. És ekkor szélzúgás és lángnyelvek kíséretében egészen egyértelmű módon meg is érkezik hozzájuk a Szentlélek. És ez a Szentlélek nem vendégként érkezik meg, hanem betölti teljesen a szívüket, betölti az életüket. Olyan újat hoz a számukra, hogy minden megváltozik bennük és körülöttük. Hiszen a tétova bizonytalan tanítványokból bátor hitvallók lesznek ezután. Később még a vértanúságot is vállalják. Kilépnek az emberek elé, és Jézusról szólnak. Nem egyszerűen Jézus tanításáról vagy csodáiról szólnak, hanem a legfontosabbról. Az ő kereszt haláláról és feltámadásáról, amely örök életet ajándékoz nekünk. Ez a klasszikus, jól ismert pünkösdi történet, amelyet csodálattal hallgatunk, mert látványos külső jelek és egyértelmű belső változások kísérik. Azt, hogy a Szentlélek megérkezik az emberhez. S rögtön megszületik egy új gyülekezet, megszületik az egyház, a Krisztusban hívők, a Krisztust követőknek a közössége. Szentlélek, akit Jézus megígért tanítványainak, az evangéliumi szakaszban is hangsúlyozza a számunkra, valami teljesen újat hoz. Békességet teremt a békétlen világban is, és erővel tölti el a tanítványoknak a szavát, az életét, és olyan erővel tölti be őket, amelyet már semmiféle hatalom nem törhet meg. Olyan jó hallgatni ezeket az újszövetségi szakaszokat, mert érezzük azt, hogy mennyire vágyunk erre az erőre. Mennyire vágyunk arra az újra, amelyet a Szentlélek, az Isten lelke tesz meg bennünk, tesz meg velünk. Segítségünkre van a jól ismert újszövetségi történet is. Figyeljünk most Dávid király történetére, hogy még inkább tudjuk, hogy miért is kérjük, miért fohászkodunk, és miért énekeljük ilyenkor pünkösd ünnepén, hogy jöjj el, teremtő Szentlélek. Az Ószövetségnek a legkedveltebb, a leginkább nagyra tartottabb királyáról van szó, Dávidról. De ő itt még csak a legkisebb gyermek. Az ő kiválasztásának, indulásának, a királlyá válásának kezdő pillanatában állunk meg. Elődje Saul, az első király méltatlanná vált a trónra. Az Úr pedig Sámuelen keresztül kiválasztja, és elindítja Dávidot, az ő utódját ezen az úton. Az első, amit nagyon is fontos megjegyeznünk, hogy Isten kiválasztásának alapja egyáltalán nem az emberi értékítéletek szerint történik. A mi életünket is felemelheti és megváltoztathatja az a jól ismert és szeretett különleges mondat, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Dávid nem a saját erejére támaszkodva küzdött, egyre előrébb, jutott egyre magasabban a ranglétrán, hanem az Isten választotta ki őt egy különleges feladatra,
Az Isten választotta ki őt erre a hatalmas feladatra, hogy népének vezetője legyen. Dávidnak nem az érdemeit nézte, bár összességében a leírásból és a későbbi történetből azt szűrhetjük le, hogy egy tehetséges és jóra való fiatalember. De Isten választása az, ami meghatározó, és az, ami elegendő a számára. Dávid nem volt kiemelkedőbb vagy méltóbb, mint az ő testvérei, és mégis pont azért esett rá a választás, mert benne volt az a fajta alázat, amely nagyon jól tudta, hogy mindig és mindenkor az Istennek az irgalmára, a vezetésére szorul. A hétköznapi küzdelmek is, a család nyája mellett töltött napok, hetek és hónapok is megerősítették, formálták ezt az alázatát. Tudta, hogy hol a helye, megbecsülte az ő életét. És ez a fajta alázat tette méltóvá arra, hogy népének pásztorává, királyává válhasson. Dávid nagyon is jól és tisztán látta a saját gyengeségeit, erősségeit, határait is. De a legfontosabb az, hogy pontosan tudta azt, hogy ki az, aki fel tudja őt emelni. A most még rejtélyes királyválasztás, az olajjal való felkenés után hosszú és nagyon nehéz út vezet a trónra. De igénk így fogalmazza meg, ami ezt az utat meghatározza, és mégis tudjuk jól, hogy benne minden a helyére kerül, hogy akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. És ez a leglényegesebb és a legfontosabb, amit az Isten lelkéről megtudható. Hogy milyen az, amikor leszáll valakinek az életére, és milyen az, amikor vele marad. A lélek munkálkodása, következménye az életben a leglényegesebb a számunkra. Akkor is az Isten lelke Dáviddal maradt, amikor tudjuk jól, hogy egyáltalán nem lett egy tökéletes, makulátlan ember, hiszen nagyokat hibázott. Tudunk súlyos bűnéről is, amit később elkövetett. Viszont azt is tudjuk róla, amikor szembesült ezzel a bűnével, nem kezdett el magyarázkodni, elkendőzni, kisebbíteni a hibáját, nem támadt vissza arra a prófétára, aki őt figyelmeztette, hanem őszinte és egészen mély bűnbánatot tartott. Vele volt az Isten lelke, még ebben a nehéz helyzetben is, amikor bűnbánatot tartott, és nem hagyta magára, mert ekkor is az Isten szavára akarta bízni magát. Ezért maradhatott Dávid király súlyos bűne után is. Mert a szívek vizsgálója az Isten látta benne azt, ahogyan ő az Isten vezetését kívánja, hogy most is rá akarja bízni magát. Dávid minden körülmények között, akkor is, amikor ellenfelével végezhetett volna, akkor is, amikor súlyos bűnt követett el, az Isten vezetésére és bocsánatára akarta bízni magát. Minden egyes napon, folyamatosan. Külső és belső harcok, nagy vívódások kísérték az ő trónonra kerülését és a trónon eltöltött idejét. De mégis az Isten vezetésével, mondhatjuk így, az Isten lelkével kereste az igaz utat. És az Isten lelke által vezetett szív átélheti azt, hogy micsoda erő van ebben. Mi tudjuk, hogy egy késői utód, a tökéletes, az igazi messiás megváltó pedig joggal mondta magáról azt, hogy az Úr lelke van rajtam. És Jézus Krisztus ígérete szerint ezt a lelket ajándékozta, küldte el a nyomába szegődő tanítványoknak, az egykoriaknak és a maiaknak is. Ezért pünkös ünnepén kérjük és várjuk mi is boldog örömmel, hogy a mi Urunk velünk legyen lelkével.
Kérjük azt, hogy töltsön el erővel, újítsa meg a szívünket és az életünket. Emeljen fel, indítson új útra, a bűnbánat és bűnbocsánat idején is. Maradjon velünk, őrizzen meg minket. Töltse be új erővel az életünket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy kiválasztottál minket, hogy feladatot bíztál ránk. Hálát adunk azért, hogy lelked hozzánk is elérkezik. Kérünk, hogy világosítsd meg, és vezess minket általa. Erősítsd meg szívünket és akaratunkat. Add, hogy élő hittel kövessük, ami megváltó Urunkat. Amen. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Isten tiszteleteinket ismét személyes jelenléttel tarthatjuk meg. A püspöki tanács javaslata szerint élhetünk az úrvacsorában, ami megváltó Úrunk testének és vérének életet újító ajándékával. Így az előttünk lévő ünnepnapokon és a hónap első vasárnapján szeretettel várjuk a testvéreket az úrvacsora osztásra. Az úrvacsora vétel kiskehellyel történik, és kérjük azt, hogy az oltár körül is tartsák be a testvérek a másfél méteres távolságot. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a gyülekezeti közösségbe, vasárnapi ünnepi istentiszteleteinket pedig továbbra is közvetítjük a 7.tv-n és a Facebook oldalon keresztül. Hirdetem, hogy holnap pünkösd hétfőn 3:49-től szlovák nyelvű istentiszteletet, majd 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartunk, azt követően úrvacsora osztásra kerül sor. Jövő vasárnap Szent Háromság ünnepén délelőtt 3:49-től szlovák nyelvű, majd 10 órától magyar nyelvű istentisztelet lesz, szintén úrvacsora osztással. Örömünkre a kis templom felújítása nagyon szépen halad. Kérjük a testvéreket, hogy imádságos szeretettel és adományaikkal támogassák a felújítási munkát. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, magunktól megszólalni sem tudunk előtted. Segítségedre szorulunk, hogy lelked erejével neked tetsző módon könyörögjünk hozzád. Istenünk, aki szent lelked által egyházat teremtesz a földön, árazd ránk lelkedet, hogy Jézus mindenkor Urunknak valljuk,
és életünkben, halálunkban hozzáragaszkodjunk. Könyörgünk, vezess egyházadat az igazság lelkével, hogy megőrizze és tisztán hirdesse evangéliumodat. Áld meg az ige hirdetőit, hogy ne maguktól szóljanak, hanem lelked erejével tanúskodjanak szent fiadról. Kérünk, téríts meg bennünket is bűneinkből, lelked igazítsa helyre tévedéseinket, és egyesíts minnyájunkat az igaz hitben és a testvéri szeretetben. Ajándékozz a bölcsesség lelkét mindazoknak, akik hazánkért, népünkért és az egész emberiségért felelősséggel tartoznak neked. Add a békesség lelkét mindnyájunknak, és tégy bennünket a te békességed követeivé. Könyörgünk, lelkeddel vigasztald mindazokat, akik az élet gondjaival, a betegség gyötrelmével, a világjárvány súlyával, az egyedüllét szorongásával, a halál félelmével, a gyász fájdalmával küzdenek. Hallgass meg minket, Urunk, és küldd el hozzánk a szomorkodók vigasztalóját, az igazság tanítóját, hogy örömmel és mennyei erővel töltse be híveidet, Jézus Krisztus, a te fiad által, akinek tanítása szerint most együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig fogadjuk mindannyian Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet. A 233-as számú éneket énekeljük el befejezésként.